Oh, how I feel it down in my bones. Where's the healing I've never known? Seems my head is full of ghosts. Oh, how I need it down in my soul. Got me kneeling, I'm out of control. Akkor elárulok egy iparági titkot. Amikor egy vlogger azt mutatja meg, hogy hogyan ébred fel, az kamu. Akkor voltak éppen már fenn volt előtte, és különben kiraknál le, és kiállítaná be a kamerát, nem igaz? Szóval én is fenn vagyok már vagy 2 órája. Kumiszékkal kim voltunk sétálni a mezőn. El is csatangoltak egy kicsit, úgyhogy a bundáját azt nem tudom, hogy fogom majd kitisztítani. Viszont nem azért vagyok álmos, mert ilyen korán keltem, hanem azért, mert az éjszaka nagy részében azt vártam, hogy menjenek el a felhők, és végre lehessen tejutat fotózni. Hát ez nem jött össze, persze. Amikor ezt kiraktam Instára, akkor rengetegen írtatok, hogy mit kellett volna előtte megnéznem, csak ez nem így megy, hogy az időképről meg mindenféle appokból tájékozódom, hanem van egy meghatározott idő, amikor ki tudok jönni a birtokra, és akkor vagy jó idő van, vagy nincsen jó idő. Úgyhogy ebből a szempontból kicsit egyszerűbb a helyzetem, viszont ma délután mennem kell vissza Budapestre, addig rengeteg mindent meg kell csinálni, úgyhogy esünk is neki. Első és legfontosabb, hogy a kutyát próbáljam meg kitisztítani. Hát, nagy részét meg szokta oldani magának, nyilván itt a fejéről nem tudja kiszedni, viszont a bundáját egész szépen megtisztítja, de az a baj, hogy akkor meg rengeteg szőrt megeszik, és utána hány össze-vissza vagy egy napig, úgyhogy a nagyját próbálom kiszedni belőle, de azt annyira nem szereti, amikor a bundáját csesztetik, de most valamiért nagyon jól hagyja. Biztos lelkiismeret furdalása van, hogy elcsatangolt. Ja, és a fésűt nagyon nem bírja, úgyhogy csak kézzel tudom csinálni. Most, hogy a kutya rendben van... De hogy van rendben? Szóval most, hogy a kutya többé-kevésbé ki van tisztítva, itt az ideje, hogy beavassalak titeket abba, amit a kertészek általában el szoktak hallgatni az ember elől, hogy mi az a legfontosabb lépés, vagy az egyik legfontosabb lépés, ami ahhoz kell, hogy egy normálisan fenntartható, viszonylag egészséges kertetek legyen. Ez pedig... Ja, nem látjátok a szemem. A monitorozás. A monitorozás, bár van rá egy ilyen fancy szakkifejezés, lényegében nem takar más, mint az, hogy időről időre, lehetőleg rendszeresen végigmentek a kertben egy notesszel és egy tollal a kezetekben, és feljegyzitek mindazt, ami feljegyzésre érdemes. Ez persze nehéz eldönteni, hogy mi érdemes feljegyzésre, de ha valami változást láttok, ha valami lényeges munka folyamatot meg kell csinálni mindenképpen, akkor azt érdemes felírni, és ennek több, igen, jelentős haszna is van. Az egyik, hogy segít rendszerezni és kordában tartani a prioritások elvégzését. Velem legalábbis nagyon gyakran előfordul az, hogy kiérek, és azt látom, hogy itt is gaz van, ott is gaz van, neki kell állni és tisztítani, holott nem biztos, hogy az lenne a legfontosabb lépés, de akkor abban a helyzetben éppen abban vagyok, és nagyon nehezen tudom átgondolni a rendszernek az egészét, úgyhogy ebben mindenképpen tud segíteni, hogyha körbejártok először, felméritek, hogy hol mi lenne a feladat, addig sem kell dolgozni egyébként, vagy legalábbis fizikai munkát végezni, és utána a jegyzet alapján meg tudjátok nézni, hogy mi az, ami a legfontosabb, mi az, ami esetleg ráér később is, és ennek megfelelően tudjátok súlyozni a különböző feladatokat. Ez nagyon sokat tud jelenteni. Ez persze nem jelenti azt, hogy az embernél fölöslegesen lenne mindig metszőolló, mert ha jár kell a kertben és észrevesz valamit, ami nem ott nő, ahol nőnie kéne, akkor nyisz, le lehet vágni, és ezzel rengeteg későbbi munkát meg lehet spórolni. Viszont nem szabad, hogy az ember belefeledkezzen ebbe, és leragadjon egy ponton úgy, hogy lennének fontosabb dolgok is. A másik és talán a legfontosabb előnye ennek a rendszeres megfigyelésnek, a monitorozásnak, az a növényvédelemben rejlik, abban, hogy egészségesen tudjuk tartani a növényeket. Én nagyon gyakran akkor kapok kérdéseket általában, amikor már eléggé jelen van a baj, hogy az ültetvény fele elrohadt, elszáradt, az almák közül alig van már éppen a fán. Mit lehetne ilyenkor csinálni? Csak az a helyzet, hogy ezek az állapotok nem úgy jelennek meg, hogy egyik reggel felkel az ember és azt látja, hogy az egész ültetvény kampec, illetve előfordul, hogy akkor tűnik fel az embernek, de hogyha rendszeresen körbejárna és látná a változásokat, látná egészséges állapotában a kertet, utána
utána pedig látná, hogy felbukkan egy új kártevő vagy kórokozó, akkor még ott helyben azonnal meg lehetne fogni a bajt, és egy kis odafigyeléssel későbbi kellemetlenségektől tudnánk megkímélni magunkat. Gondolom azt mondanom sem kell, hogy mennyire fontos, hogyha gótszerűen tudjuk azonnal kezelni az ilyen eseteket, izoláltan a kert vagy az ültetvény többi részétől, tehát folyamatos megfigyeléssel lehet ellenőrizni, hogy mikor kezd az egészséges növényzet egy betegséges növényzetté fordulni, és ott helyben azonnal csirájában el lehet folytani a bajt. Egy másik hallatlan előny főleg a hobbi kertészeknek, vagy azoknak, akik mostanában kezdenek neki a kertészkedésnek, hogy annyi mindent tanulhattok a kertről, annyi mindent ismerhettek meg a növényekről, amit korábban nem is gondoltatok volna, és egy csomó fantasztikus dolognak lehettek szemtanúi, úgyhogy érdemes rendszeres időközönként végigmenni a kertben, még akkor is, ha egyébként a teraszról is ki tudtok nézni, és onnan is látjátok, hogy ott a fa zöld, csak akkor rengeteg mindenről lemaradtok. Ez hány előny volt eddig? Azt hiszem 3, úgyhogy a negyedik nagyon-nagyon fontos előny, amit mondjuk az egyetemen ritkán tanítanak, de hallatlanul hasznos tud lenni az embernek, az, hogyha rendszeresen mondjuk egy kis kertben, nem egy ilyen negyed hektáros birtokon, mint ami nekem van, de ha egy normál méretű házi kertben, vagy akár az erkélyen is naponta egy 5-10 percet végig sétáltok, és figyelitek elmélyülten a kertnek a növényeit, illetve a különböző változásokat, akkor addig sem azon pörög az agyatok, hogy mi van éppen aktuálisan a mókuskerékben, és nem ezeken stresszeltek, hanem egy ilyen kicsit meditatív tevékenység útján ki tudtok kapcsolni, és ez hihetetlenül jó tud lenni a stresszkezelésben. Erre szerintem sok embernek szüksége van. Én egyébként otthon Budapesten is azt szoktam csinálni, hogy reggel, amikor felkelek egy bögre teával, kimegyek az erkélyre, és végignézem mind a 3,8 négyzetmétert, hogy az ottani dzsungelben épp milyen teendők vannak, hogyan nőnek a növények, mi az, amin változtatni kell esetleg, és bár ott nem csinálok jegyzeteket, de azt azért sokkal könnyebben fejben tudom tartani. A jegyzetelésnek persze megvan az a hallatlan előnye, hogy később is megmaradnak az adatok, és mondjuk amikor télen az ember elkezdené tervezni a következő évet, akkor elő tudja venni ezeket, és látja folyamatosan a változásokat, és sokkal, de sokkal könnyebben és tudatosabban tudja kialakítani a következő évi mindenféle ütemtervét. Na, de most menjünk végig gyorsan a birtokon. Mutatok néhány dolgot nektek is, hogy mi az, amit meg kell csinálni mindenképpen, és hát, ha néhány tapasztalatot le is tudunk szűrni, úgyhogy legyen ez most egy random birtoktúr. Am I the only one who sees a life undone? When I look at my reflection, am I the only heart who feels torn apart? When I see my imperfection. Monitorozást itt kezdem a kerítésen kívül, ahol elültettem néhány hónappal ezelőtt citrusokat, ezeket a Poncirus trifoliátákat, hogy ebből csináljak ide egy sövényt. Ugye az eredeti tervem az volt, hogy itt galagonya lesz majd, hát ez az átültetések nehézségei miatt nem igazán jött össze, viszont a citrusok úgy néz ki, hogy egész jól bírják. Azt hiszem a kiültetettek közül egyetlen egy volt az, ami elpusztult, úgyhogy ez egész ígéretes lesz, persze ez egy lassú folyamat. Csak példaként, hogy mit írok fel ide, azt, hogy gyommentesíteni kéne a területet, de nem annyira veszélyes a dolog. Itt van néhány madársóska, illetve csalán, de mivel nemrég tisztítottam a területet, ez még éppen ráérhet, de nem szabad elfelejteni. Mondjuk jelöljük egy 1-től 5-ig skálán, ahol az 1 az abszolút rendben van, az 5 az über meg a durva. Hát itt azért 1-2 héten belül vissza kell jönni újra a területre, úgyhogy kapott egy 3-ast. A ház előtti részt, illetve itt ezt az alsó telket, ami viszonylag jobb állapotban van, azt néhány nappal ezelőtt teljesen lekaszáltam, úgyhogy itt túl sok tennivaló nincsen, leszámítva, hogy ezt az ágkupacot meg kell itt szüntetni.
fel kell darabolni, ez tűzifának tökéletes lesz, úgyhogy ezt majd be kell tározni szépen. A korábban kiültetett bokrok környékét pedig manuálisan kell majd megtisztítani, ugyanis az nagyon fontos, hogy amikor fűkaszával vagy akár fűnyíróval is mentek körben a kertben, akkor lehetőleg a fiatal fák, illetve frissen kiültetett bokrokat védjétek, vagy ezeknek a környezetét védjétek, ugyanis nagyon nem bírják, amikor az ember átmegy rajtuk, de az sem igazán, amikor neki ütődik mondjuk a fűnyírónak az oldala a frissen fejlődő törzseknek, mert hogy könnyen roncsolhatja a szöveteket, úgyhogy az növekedési problémákat okozhat a későbbiekben. Erre nagyon jó tipp, hogyha használtok ilyen karókat, de mindjárt mutatok egy olyan helyet, ahol ez nem jött be, illetve ha manuálisan kezditek kitakarítani a nagyobb füveket itt a bokrok tövének a környékén. Nem árt persze mulcsozni sem, úgyhogy ezt is feljegyzem. Mulcsozás az lényegében talajtakarást jelent valamilyen anyaggal, ami átengedi a vizet, ugyanakkor a nedvességet nem nagyon hagyja elpárologni, és a gyomoknak is az útját szabja. És amit meg akartam nektek mutatni, azt alig találtam meg itt hirtelen, de elkövettem azt a hibát, amikor kaszáltam legutóbb, hogy kiszedtem ezeket a karókat, ami védte itt a körülbelül ekkora citrusomat, amit mutattam is valamelyik korábbi adásban. Hát ezt nem kellett volna csinálnom, mert sikerült szerencsétlent lekaszabolnom. Arra gondoltam, hogy nagyon ügyes leszek, és szépen körbe tudok majd menni körülötte, ami így is volt, viszont amikor a második körben jöttem vissza, akkor úgy éreztem magam, mintha valami filmben egy lassított felvételt éltem volna át. Láttam suhanás közben a kaszát, hogy el fogja vinni szerencsétlen bokrot, de akkor már nem tudtam megállítani, úgyhogy kicsit úgy voltam vele, mintha így ki lett volna merevítve a kép, hogy ne! De sajnos ez már nem jön vissza, illetve valószínűleg ki fog hajtani újra, de ezzel elvesztegettem egy jelentős időt. Na de hát, ez benne van a pakliban. Nem baj, ezeket a durva roncsolt felületeket szép tisztára metszük, hogy nehogy opportunista kórokozók pont itt hatoljanak be. De majd ezt is szépen kitakarítom később. És itt a füge, ami egy kicsit megsínlette az átültetést. A régi leveleken lehet látni ezt a perzselést, viszont az új hajtás, ami már itt jött rajta a birtokon, az nagyon szép, egészséges leveleket növeszt. Majd összekap egy takarást, mert nem biztos, hogy a keményebb fagyokat bírni fogja, de addig még bőven van ideje magába gyűjteni minél több energiát a napból, amit alig, hogy kimondtam, be is sétáltam az árnyékba. És itt a ciszterna projekt, ami a legjobb bizonyíték arra, hogy miért érdemes észben tartani a különböző prioritásokat, ugyanis hiába számoltam én ezt ki tavasszal, hogy mekkora ciszternára lesz szükség, ez lesz az elsődleges dolog, amit meg kell csinálnom, hogy innen tudjak öntözni, csak aztán minden más közbe jött, minden más sokkal fontosabbnak tűnt, palántázni kellett, bozótot írtani, meg különböző olyan dolgok jöttek közbe, amire azt mondtam, hogy jó, ezt gyorsan most megcsinálom, aztán majd neki állok az ásásnak, csak aztán hulla fáradtan az embernek már nincs kedve sokat ásni, úgyhogy apránként úgy döntöttem, hogy egy-egy időben nagyjából egy 20 percet, fél órát ások, aztán szépen haladok lefelé, csak hogy ez nagyon-nagyon elhúzódott, aztán jött a nyár, amikor kőkeményé vált itt a talaj, úgyhogy alig lehetett haladni, most egy kicsit nedvesebb, viszont meghúztam a vállam, ez a kifogásom. Mégis nem kifogás, mert ennek tényleg neki kell most már állni, viszont amint látjátok, itt egy rész nagyon érdekesen le van csupaszítva. Ez azért van, mert hogy a Miskolci Egyetem földrajz és térinformatika tanszékéről itt volt egy kisebb csapat, hogy talajtani feltárásokat csináljon és szelvényeket elemezzen. A videót azt még mindig nem vágtam meg, mert túl szakmai és egy kicsit nehéz úgy vágni, hogy közérthető legyen, még mindenféle narrációkat megpróbálok majd hozzá felvenni, de egy roppant izgalmas anyag lesz. Ciszterna projektet most az idén mindenképpen be fogom fejezni, méghozzá ősszel
teljesen befejezem magát a gödröt, utána pedig a kibélelést is megcsinálom, hogy gyűjthesse onnantól kezdve tavasszal a frissen hulló csapadékot innen a tetőről, amivel aztán lehet öntözni azt a veteményest. És itt azért bőven van tennivaló, például paradicsomot kell szüretelni, bár mostanában koktélparadicsom mérgezés gyanúja állhat fenn nálam, ugyanis ezt zabálom folyamatosan, de legalább nem kell kaját kihoznom. Meg ahogy elnézem, az amarantusz is megérett arra, hogy magot szedjek belőle, erre pedig van egy tök jó módszer. Látok, hogy megmarkolászva ezek a barna magok már beleperegnek könnyedén a kezetekbe, akkor itt az ideje, hogy fogjatok egy papírzsákot, és ebbe fordítsátok bele ezeket a bugákat, és úgy rázzátok bele őket, vagy akár bele is vághatjátok, és majd később szétválogatjátok a magot a növény többi részétől. Nem kell semmi extra papírzsák hozzá, nem kell semmi spéci. Én a környéken találtam egy hangulatos kis vendéglőt, amiben adnak ilyeneket az elviteles kajáknak, úgyhogy azt szoktam újra használni. Na de ezt csak gyors érdekességként mutattam, majd visszatérek délután a szüretekre, mielőtt indulnék. Előtte azért fogok még néhány dolgot csinálni, például ezt a szerencsétlenül járt káposztaféle hágyást felszámolom. Aztán könnyen lehet, hogy ide most még fogok vetni ezt-azt, salátát, illetve répát tervezek. Kicsit rövid idő áll már csak rendelkezésre, de azért valami lesz belőle. Amit viszont addig mindenképpen meg fogok csinálni, az itt a komposztáló környékének a rendberakása. Egyrészt át szeretném forgatni ezt a kupacot, és jó alaposan beöntözni, hogy folytatódjon a komposztálódási folyamat. Ez a régi padlószőnyeg, ez egyébként pont azért van rajta, hogy csökkentse a párolgási veszteséget. Most szerencsére van elég víz az elmúlt napok esőzése miatt, úgyhogy nem kell vele nagyon spórolni. Meg persze össze kell gyűjtenem a szénát is, amit a múltkor lekaszáltam, és az is kerül majd ide a komposztra. És mondjátok meg, mit csináljak ezekkel a szőlőkkel? Itt nő mindenütt vadon. Nincsen szívem kivágni őket. Csak vicceltem, lesz majd csemege szőlő, de az egy későbbi fázis lesz. Viszont itt vannak mögöttem ezek a napraforgók, amiket kísérleti jelleggel ültettem. Kíváncsi voltam, hogy valóban megnőnek-e akkorára, mint amekkorának nőniük kéne. Hát elég változatosan teljesítenek, de hát a talaj sem teljesen egyenletes, úgyhogy nem szabad csodálkozni rajta, ráadásul elég nagy szélnyomásnak vannak itt kitéve, hogy egyetlen sorban vannak, úgyhogy ennek köszönhető az is, hogy ez a szerencsétlen már nem bírta tovább, és kidőlt. De hát minek napra forgó, aki nem bírja, nem igaz? Talán emlékeztek, hogy itt ezt a szedret tavasszal, amikor tisztítottam ki a dzsungelt, akkor találtam, és jó alaposan visszametszettem, és elkezdtem szaporítani is. Úgyhogy következő lépés lesz majd ezt rendbe rakni, illetve majd ősszel a bújtatott részeket szétültetni. Viszont ma mindenképpen akarok szedret szedni, mert annak ellenére, hogy azt hittem, hogy az idén még nem lesz rajta termés, hát nem mondom, hogy dugig van, de azért bőven lesz mit fogyasztani róla. Ez az idén telepített, nem túl jó állapotú gyümölcsös, ezt ígértem, hogy majd egyszer elmesélek hozzá egy történetet, hogy miért vannak ezek itt, illetve miért ilyen állapotban vannak ezek itt. Hát nem fog megszakadni a szívem, hogyha valamelyik esetleg nem éli túl egyébként. Eddig a 23 fából összesen kettő van, ami sajnos ilyen szerencsétlenül járt. Többi úgy néz ki, hogy talán megmarad, úgyhogy itt is majd ki kell takarítgatnom a tövüket. Hát ennél tovább most nem megyek fel, ez volt az alsó telek, itt húzódik mögöttem a határa, tudjátok, hogy két telek összevonásából jött össze ez a birtok. A felső rész ez a dzsumbuj, amit majd
ősszel nagyon-nagyon drasztikusan ki fogunk írtani, de azért ősszel, késő ősszel, koratélen, mert hogy dugik vannak madarakkal, és nagyon nem szeretném, hogy az életterüket drasztikusan akkor csökkentsem, amikor mondjuk még a fiókáik kapnának szányra, vagy éppen fejvesztve se tudnák, hogy hova kell menni. Persze ezt meg fogja előzni az, hogy felmérem elég alaposan a terepet, hogy mi az, amit mindenképpen ki kell onnan vágni, mi az, amit meg lehet hagyni, mert azért mégiscsak szeretnék valami harmonikus együttműködést a természettel, valahol erre kéne törekedni szerintem. No, hát elég sok idő elment ezzel a videózással, annak ellenére, hogy nem így terveztem. Most nekiállok a különböző munkákat megcsinálni, pihenésképpen majd egy-egy vágóképet fogok azért csinálni. Ha más nem, kipróbálom az új objektívet, amit nemrég vettem. Megnézem, hogy azzal a telével milyen felvételeket lehet csinálni. Aztán lehet, hogy lesz egy kis makrózás, drónfelvétel, meg ilyenek, de ezt ti már fogjátok tudni, mire ideig eljutottatok a videóban. Na jó, ha kérdésetek, megjegyzésetek, bármi hasonlótok van, akkor azt írjátok meg kommentben. Egyébként nyomjátok a lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, meg mindenféle. Aztán majd nézzünk különböző kertészeti szempontokat a városban is. Sziasztok!